Első témánk a szelfizés, ami mindenkit érint, gyakorlatilag kivétel azokat, akik itt a stúdióban vannak. Lakatos István lesz nekünk a segítségünkre, akivel mindent kielemzünk majd, ami a szelfizéshez kapcsolódik. Te mennyire vagy szelfiőrült? Sziasztok! Egyáltalán nem vagyok szelfiőrült, tehát ez egy nagyon, nagyon távol áll tőlem ez a dolog, hogy magamat fényképezem nap, mint nap. De egyébként nyilván látjuk a Facebookon, hogy ez, vannak személyek, akik percenként megosztanak képeket magukról, úgyhogy igazából ez ilyen személyiségtípus kérdés lehet valószínűleg, hogy ki mennyit szelfizik. Igen, ugye a selfie az gyakorlatilag egy önfotót jelent. Igen. És egyetem miért csinál bárki selfie-t szerinted, mint fotós? Kérdezlek most. Miért csinál selfie-t? Ez egy 7-8 éves történet gyakorlatilag. Tehát, hogyha nekem egy nagyon furcsa volt egyébként évekkel ezelőtt, hogy az utcán megállnak emberek és fotót készítenek magukról. Én mai napig egyébként nem azt mondom, hogy cikinek tartanám ezt így, hogy én, de hogyha én csinálom ezt, akkor nekem egy picit fura még, hogy most olyan az emberek itt néznek, hogy miért fotózom le magam, és, de nyilván ez sokkal elfogadottabb lett már egy pár év múlva, és manapság ez teljesen természetes. De annyira elérhetővé vált ugye az ember, egy átlag embernek az, hogy jó képeket készíthessen magáról, és nagyon közeli, és megfizethető áron lehet olyan készülékeket vásárolni, ami tűéles képet csinál. És gyakorlatilag nem kell hozzá egy fotóművész, vagy egy fotós, aki lefotózom ugye a nap akár még szakában, vagy akármilyen tevékenységnél, úgyhogy így mindenki gyakorlatilag fotóssá, és videóssá, vagy operatőré válhat. Hát ez az elsődleges ilyen szempont. És ez a szakma halála is. Mármint a fotószakmának nem egészen. De összetettem volna a két kezemet, annak idején rengeteget jártunk kirándulni, túrázni, amikor még iskolások, általános iskolások voltunk, és ott ugye mindig meg kellett kérni valakit, hogy fotózz már le minket, hát kölykök voltunk, örültünk, ha van egy mechanikus fényképezőgép a kezünkben, mekkora nagy találmány lett volna akkor, és akkor nem kellett volna mindig megkérni valakit, hogy fotózz már le, légy szíves. De azt is csak úgy tudtad volna tökéletesen prezentálni, hogyha mindezt egy selfie bottal kész. Ja, hát igen, úgy meg aztán még inkább, mert akkor a háttérben a vár is látszik, nem csak mi. Így van, hát azért vannak alapszabályok, nem tudom, mennyire fogunk majd kitérni ezekre, hogy mi az, amiket így végig érdemes menni, mielőtt egy selfie-t el akarunk készíteni. Na hát akkor kezdjük el. Kedves nézőink, tippeket adunk arra, hogy hogyan kell tökéletes selfie-t készíteni. Első tipp. Hallgatunk. Első tipp, ezt úgy mondom, mint aki nem napi szelfizős, de ezek alapelvek, tehát gyakorlatilag ezt, hogyha betartjuk, akkor biztos a siker. És gyakorlatilag az első olyan fontos momentum az az, hogy a kamerát, amivel készítjük a felvételeket, azt teljesen megtisztítjuk a szennyeződésektől, azért, hogy a lencse ne torzítson, ugye, akár, vagy ne legyenek rajta olyan szennyeződések, amik ugye utólag már a képet befolyásolják. Hogy... Mi történt Enikő közben? Hamiskás mosoly. Szóval belegondoltál, hogy soha nem csináltad meg ezt. Nem, az a baj, hogy én hozzátok képest elég sokat szelfizek, és ez rendszeresen kimarad. Tehát már itt bukik. Tehát már az elején elrontottad. Igen. De akkor ezt majd lehet pótolni. Oké, jegyzetelek, figyellek tovább. És hát nyilván tudod, vannak ilyen mikroszálas törlőkendők, megtörlöd a kis lencsét, vagy az optikáját a kamerának, és már ugye adotta az eszközöd arra, hogy elkezdhessd. Aztán második pontban lehet ilyeneket, vagy ezt venni, hogy tereprendezés például. Uh-huh. Tehát ugye nem mindegy, hogy milyen háttér van ott a képen, és ugye a selfie az arról szól, hogy itt az egyén van előtérben, tehát ugye tehát saját magunkat akarjuk előnyösen látni, és minden zavaró tényezőt, ami esetleg befolyásolja azt, hogy ránk irányuljon a figyelem, azt így valahogy így el kell tüntetni. Tehát egy szép háttér az mindenképpen elengedhetetlen, tehát fontos. No, én behoztam a telefonomat, kivételesen most először és utoljára ígérem. Tehát első lépés az az, hogy megtakarítom a kis lencsémet. Ha nincs mikroszálas kendő, akkor jó úgy. Ez teljesen jó, igen. Most prezentálunk egy selfie készítést itt a kollégákkal, aztán kielemezzük, hogy mi ebbe a hiba, vagy hogyan lehetett volna ezt még jobban. Ja, hogy én is benne... Persze, gyere, te is. Jó lesz a háttér, azért azt nézzétek meg, hogy nincs ott semmi szennyes, stb. Beletegyük az operatőrt is? Persze, hogy beletesszük, igen. Igen, és akkor időzítőre van beállítva. Az nagyon jó. Igen. Az nagyon jó. És Enikőről tudni kell, hogy ő csak grimaszolva tud szelfit készíteni. Semmilyen másfajta nem tudok.
No, és akkor ezt mindjárt meg is nézzük nagyba. És közben egyébként mondom még akkor, mert van nagyon sok ilyen fontos dolog, amire figyelhetünk, és tényleg azért sokkal értékelhetőbb képek készülnek, hogyha ezeket így figyelembe vesszük. Na most ugye beszéltünk a lencse megtisztításáról, az előkészületről, és nagyon fontos az, hogy milyen fényviszonyok között készítjük a képeinket. Uh-huh. Itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk a stúdióban, mert gyakorlatilag árnyékok nincsenek az arcunkon, de most egy átlag felhasználót tekintve, azért törekedjünk arra, hogy olyan természetes fényt találjuk meg mindig. Uh-huh. Tehát attól szebb nincs. Hát ez majdnem természetes ez a lámpa. Ha otthon vagyunk, akkor az ablak előtt teljesen szép vetületei vannak a fénynek, és próbáljuk úgy fotózni magunkat, hogy a természetes fény az nyerjen értelmet. Ha nyilván, hogyha a neon vagy más ilyen beltéri fényeink vannak, az egy picit nehezíti a dolgot, de ott is lehet játszani ezzel. És egyébként a kamerának a szöge, az, hogy hogyan állítjuk, az sem mindegy. Tehát gyakorlatilag ugye a lencse is olyan, hogyha alulról fotózod magad, akkor az torzít picit, vagy hogyha nagyon, nagyon felkomponálod a fejed. Tehát így van. Tehát ezekre nyilván mindenki ismeri az arcát elsőlegesen, ez a legfontosabb, hogy tudjuk azt, hogy mik az előnyös és mik a kevésbé előnyös. Igen, ugye szelfiknél általában az szokott az első fontos tényező lenni, amit akár napokig is tanul egy-egy alany, hogy melyik a legelőnyösebb profilom, hogy előnyös engem fotózni, hogy legyen a fejem, felemeljem, jobb profil, bal profil, tehát nyilván ezt is ki kell tapasztalni. Viszont a tapasztaltakra meg tudjuk nagyon jól, hogy általában a póz ugyanaz, viszont a háttér változik. Na ez is egy hiba egyébként, hogy az unalmas lehet. Uh-huh. Tehát, hogyha arra törekszünk, hogy minél változatosabb helyszíneken, minél változatosabb arcunkat meg tudjuk mutatni, akkor nem egy unalmas sorozatot kapunk. És egyébként arra is szerintem figyelni kell, hogy percenként megörökítjük magunkat, tehát az nem egy jó dolog. Tehát a legszebb, nem tudom, embert is meg lehet tudni, aki folyamatosan posztol magáról. Tehát, hogy egy 2-3 naponta, hogyha valaki kitesz magára a képeket, és próbál arra törekedni, hogy változatos helyszíneken, akkor az egy ilyen izgalmas dolgot ad ennek. Mi a helyzet a filterekkel? Ugye erről is beszéltünk itt egy picit a műsor előtt, hogy akkor tegyünk rá, ne tegyünk rá, mennyi. Na még a filterek előtt egy nagyon rövid kiegészítés, a kép megkomponálása. Itt vannak itt is alapszabályok, YouTube-on könnyen elérhető egyébként egy-két ilyen információ erről, a harmadolás, aranymetszés szabálya. Ezeket, hogyha figyelembe vesszük, akkor tényleg, tehát gyakorlatilag egy profi képet el tudunk készíteni, és akkor ezután, hogyha ez elkészült, akkor már ugye az utómunka következik, és akkor jöhetnek szóba ezek a különböző appok, amik színezés, fénykontrasztállítások, amik ugye a nyers képet feldobják. Na és akkor most már a kedves nézők is láthatják ezt a csodálatos selfit, amit itt elkészítettünk. István, mik a hibái? Hát kezdjük azzal, hogy sarokra állítottad a kamerát, tehát... Hát nem, nagyon el kell fordítanom az arcomat, hogy igen, el kellene fordítsuk a fotót, hogy valahogy... És nézd meg, hogy hova tetted magad, tehát alulra komponáltad, és ott már a testet is picit így elhúzza a lencse, tehát ugye ez a széles látószögű. De ez egyébként ilyen tipikus hiba, nem? Tehát, hogy nagyon sok van. Próbáljuk meg a kameránál középre tenni magunkat, és az nem fog torzítani, az biztos. Jó, oké, tehát egyenesen tartjuk a kamerát, és középre tesszük az arcunkat. Vagy ha nem is középre, de abba a sávba, ami nem a szélei van a kamerának, tehát nem a sarokpontokban. Hát a harmadoló pontokban, ugye így ezt van, a fotósok így van, tudják, így aki van. Pedig nem, az majd utána néz. Mi az, ami jó, akkor mondjunk valamit arról is. A grimaszod. A mosoly az mindenképpen jó, de a grimasz is egyébként. Na, köszönöm szépen. Tehát, hogy egy változatosságot tettünk bele, nem egy unalmas, mosolygós képen. Köszi. És az, hogy a háttérben ott van Dani kollégánk. Igen, csak igen, nagyon a kép tetején van. Exkluzív. Na, hát István, nagyon szépen köszönjük a tippeket. Szerintem tudtunk volna még erről beszélgetni nagyon sokáig. Kimerítettem a téma, úgyhogy. Igen, és mindenkit érdekel, és úgyhogy szerintem majd egyszer még folytatjuk ezt a témát. Így legyen. Köszönjük szépen.